Folytatódik a Cella, a letöltendő élet című krimi sorozat a Dunán. Az 1849 és 2050 között játszódó történetek 8 emberi drámán keresztül mesélik el, hogy miként változott a bűn és az ártatlanság fogalma 200 év alatt ugyanabban a börtöncellában. Vendégünk Jászberényi Gábor színművész, aki a Cella következő epizódjában egy édesapát alakít, és a történetben a fia bőrét szeretné megmenteni. Szervusz, Gábor. Szervusz. És mitől? Igen. Hú, hát rögtön belekérdeztél, ugyanis arra kértek, hogy ne spoilerezzek, úgy megpróbálok nem spoilerezni. Akkor csak úgy szőrmentén. Picit spoilerez. Hát a börtöntől leginkább, itt az az érdekessége talán ennek a dolognak, hogy én ugyanebben a börtöncellában voltam az előző részben, még a 90-es években. Tehát egy másik rész, másik cella részben. De ezek az epizódok ugye nem kapcsolódnak, tehát önálló epizódokként is. Így van, és külön időszakban is játszódnak. Így van. Igen, tehát az első, tudtuk, hogy az előző részben. Igen. És tulajdonképpen ő hát nagy hülyeséget csinál, és azért börtönbe kerül. Nem lövöm le, hogy mi az a hülyeség, amit csinál, és hát döntenie kell, hogy igazából feláldozza a barátját, vagy sem. Mikor játszódik? Tehát milyen időszakban játszódik? 2010-ben. Tehát ez a mai korban játszódik, akár velünk is megtörténhet. Akár velünk is megtörténhet. És mik azok az erkölcsi kérdések, amelyek fölmerülnek? Ugye most nem akarsz spoilerezni, de azért egy kicsit... Jó, azért menjünk bele valamennyire. Igen, menjünk bele valamennyire. A végét nem kell elmondjad. Figyeljetek, a börtön az egy nagyon érdekes hely. Nyilván az ember nem szívesen kerül börtönbe, de ha már ott van, akkor azért az mégiscsak az önvizsgálatnak a helye, akármi is történik. Vagy legalábbis én így látom, nekem ez volt a tapasztalatom. Még itt a stúdió falai között is azt éreztem, hogy valahogy a komorsága az egész intézménynek arra készíti az embert, hogy számot vessen saját magával. És természetesen a bűnök meg a bűnöknek az elkövetése egyrészt jogi értelemben is értelmezhető, és erkölcsi értelemben is értelmezhető. Abszolút ez így. És ami ebben a sorozatban, vagy ezekben a történetekben igazán izgalmas tud lenni, hogy ez olykor fedi egymást, olykor pedig teljesen egymás mellett van bizonyos történelmi korszakon. Antigone. Erről szól? Pontosan. Erről szól. Itt a bűn, itt kikövet, tehát hogy mondjam, ugye a sorozat azt feszíteti a bűnt és a bűnhődést, a bűn, a bűnnek a fogalma, meg fogalma az ártatlanság és az fogalma. Ártatlanság fogalma. Itt igen. Ki a... Nálatok eldől, hogy ki a valódi bűnös? Vagy kik több bűnös van egyszerre? Senki sem ártatlan, de hát azt hiszem, hogy nagyjából ezzel mindnyájan így vagyunk. Nem állít olyan erős dolgokat, vagy nem szándéka szerintem ezeknek a történeteknek, hogy ilyen nagyon, nagyon egyenes állításokat tegyen. Inkább kérdéseket tesz fel. Tehát inkább kérdéseket hagy a nézőben, és azt hiszem, ettől igazán izgalmas. Ugye beszélgettünk már itt a librettóban egy korábbi epizódról, az 50-es években játszódott, ez meg ugye 2010-es évek, tehát abszolút a közelmúltban. Mennyire tükrözi az egész a kort, a korunkat? Hogy látod? Hát most nem nagyon szeretnék a 2010-esről beszélni, mert azt tényleg nem jó, akarom. De volt elég másikban is. De a 90-es évekről szívesen beszélek. Az abszolút, tehát olyan fantasztikusan írta meg ez az írócsapat, ezeket a történeteket, hogy a szófordulatok, ugye ez egy zárt közeg, a börtön falai belül játszódik a történet, de azért információk jönnek a külvilágból. És az ott nálunk a 90-es években nagyon érdekesen jöttek a hírek, érdekesen ugye abban... Az a különleges időszak is, igen, volt egyébként az ország, igen, történetében is. Rendszerváltás, stb. Igen. Na most visszakapcsolódva arra, amit kérdeztél, hogy bűn, hogy a 90-es évek milyen egy zűrzavaros időszaka volt Magyarországnak, hogy ott tulajdonképpen egy, aki ügyeskedett, vagy aki megpróbálkozott, annak tulajdonképpen az bűnös volt, vagy csak az volt bűnös, akit elkaptak. Tehát egy nagyon érdekes kérdéseket feszeget ez az a rész is. És a 2010-es években is ugyanez a helyzet, hogy fiatalokról van szó, akik kamasz hülyeségeket csinálnak, és aztán ennek egy komolyabb következménye. Ennek komolyabb következményei is lehetnek, igen. Uh-huh. És milyen ez az édesapa, akit alakítasz? Hát tele van titkokkal, tele van azokkal a ki nem mondott, el nem mondott, elfojtott szörnyűségekkel, amit ő cipel a saját börtönviseltsége miatt, és hát nem egy szerethető figura, de foggal körömmel ragaszkodik a gyermekéért, mindent megtesz érte, akár az ördöggel is szövetségre lép. Ez azért mindenképpen egy olyan tulajdonsága viszont, amivel sok
szülőtudatban. Hát igen, na ez is egy érdekes kérdés, hogy ez amit megtesszünk, hogy ez bűne, igen. Hát szerintem a gyerekért a legtöbb szülő nem habozna, hogy bármit megtegyen, igaz, Gábor? Használtad a híres bajszodat, ami nem a közösségi portálon? Használtam. Ez micsoda ez? De figyelj, ez egy hülyeségnek indult, és tulajdonképpen még mindig egy jó tréfa, ami kezdi kinőni magát. Én kifejezetten ügyetlen vagyok ebben az önmenedzselésben. Most is itt hebegek, habogok veletek, és... Tehát a bajszodnak van egy hivatalos oldala. Jobban izgulok. És Facebook oldal? Facebook oldal, és rajongokkal? A bátyám megtréfált azzal, hogy létrehozott egy Facebook oldalt a bajszomnak, hogy így népszerűsítsen engem és a bajszomat. És hát önálló életre kelt. Vannak további céljaid. A színésznek a szájának ez a része is sokszor önálló életeket. Onnan indult a dolog, aminek hogy... része a bajusz is. Igen. Szóval ott volt egy pár év, amikor valahogy pont ez az 50-es évek szerepei találtak meg engem, és hát ott meg nagy divat volt a bajusz. Hát, hajrá neked, meg a bajszodnak. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.